Szeretettel köszöntök mindenkit Kiskunhalas gyönyörű könyvtárában. Örülök, hogy ennyien szépen eljöttetek, és szeretnék az ennek egy olyan vonásáról bevezetőképp beszélni, amiről nem nagyon szoktunk. Miért? Itt nyugaton az 50-es évek végétől a társadalom elkezdte fogyasztani azt a nagy tortát, amit úgy hívunk, hogy New Age. És ennek a tortának különböző szeletei voltak, a spiritizmustól kezdve a védántáig, a buddhizmustól a jógáig, a különböző indiai, kínai, tájföldi, sri lankai, japán, koreai, tibeti és egyéb ilyen irányzatokig. És mindenki valamit ugye kivett ebből a nagy pixisből, egy szeletet ebből a tortából, és megpróbálta jobbá tenni az életét. Hát ez két ugye nagyjáboli kimenetellel zárulhatott. Az egyik az, hogy oltári káosz közepette rájött, hogy ez mégsem neki való, és térjünk vissza a tudományos, vallásos, jó kis európai kultúrához, vagy pedig rá lehet valamire, és így megcsípte tényleg, hogy hú, ez milyen jó, és akkor tovább ment. A tovább menetel után még mindig lehet, hogy az első kimenetel aktiválódott, és nagyon neki ment a falnak, nagyon beletörte a fejét a saját karmájába, és akkor lemondott erről az egészről. Vagy pedig kis szerencsével talált valamit, ami a sok-sok meddő között valami érc, valami használható, valami eredeti, és ezáltal megtalált magában valami használhatót és eredetit. A zen az jellegénél fogva egy kicsikét későbbi érkező a New Age között, és kár lenne tagadni, hogy ezt bizony a nyugati szemlélet betette a New Age mozgalmak közé, és a zen az azért is érkezett később, mert nem annyira éhes, tehát nem akarja rögtön megenni az embert, mivel a szellemi szabadságot nem lehet azzal tanítani, hogy az önrendelkezésedet elvesszük. Tehát ez nem így működik, és pontosan azért, mert nem akarta a zen, és egyetlen zen irányzatot se tudok, amelyik úgy le akarná tarolni a szabad akaratodat, sőt inkább erősíteni is. Ezért viszonylag későn érkezett ez nyugatra, ahhoz képest, hogy mennyi irányzat van, amelyik azt mondja, hogy te idadod a szabadságodat, én pedig elveszem a felelősségedet. És akkor mindenki boldog, mert egy vallásos rendszer fényében te magyarázhatod magadat, a tetteidet, az érzelmeidet, a gondolataidat, és ezen magyarázat tükrében te leszel jó ember. Általában jó embernek akarjuk látni magunkat, és ehhez mindent felhasználunk, hogy ez így legyen. Aztán, amikor egy pár év, pár konfliktus és pár ránk borult életszakasz ugye, megtörténik, akkor rájövünk, hogy ezek a magyarázósdik, ez a szabadság és felelősség biznisz, ez így nem működik, hogy odadom a szabadságomat, és akkor valaki elveszi a felelősségemet, és akkor én minden alól fel vagyok mentve, mert én csak parancsot teljesítek onnan, ilyen kis parancsot. Egy vagy több parancsoló, az most szinte mindegy. De a helyzet az, hogy ez a fajta szemlélet, ez alapvetően nem változtatja meg az embernek a teljesen alávetett és lefokozott mi voltát. A második fokozat, amikor ebből már ki szeretnék lépni, és nem magyarázni, meg javítani magunkat, meg valami módon látni a saját énünket, egyszerűen csak látni szeretnénk, és kész. Már nem akarok ilyen vagy olyan lenni, látni szeretnék, hogy valójában mi vagyok. És ez a látás, ez nagyon sok igazi gyökeres szellemi hagyományban megvan, többek között a buddhizmusban is. Ezt a Buddha vidyának látja, ebből van a latin videre és videó szó, és ez a belső látás, ez egy nagyon fontos dolog. Na most egy csomó más irányzat van, amelyik azt mondja, hogy ezt a látást ezt azért meg kéne egy kicsit szervezni, tehát lássunk körben, lássunk négyszögben, lássunk osztva, lássunk kategóriákban. És azért mondjuk már meg ennek a szerencsétlen szülöttnek, ennek a keletkezett embernek, hogy ő valójában micsoda, így a karmáját tekintve, hogy ő jobban láthassa saját magát. Igen, ám csak, hogy itt az eszköz, az egy kicsit eltorzítja a célt, mert minden olyan segédfogalom, amit kapunk ezektől a leíró rendszerektől, ez végül is a közvetlen látásunkat végső soron akadályozni fogja. És itt a segítség egy idő után akadállyá válik.
Tehát ezért van az, hogy kapsz valami írományt, valami ábrát magadról, ilyen nagyon okos és nagyon mélyen szántó emberektől, és aztán rájössz egy idő után, hogy igen, igen, ez ugye az elején segített, de ez mégsem én vagyok. És ez a látás, ez ugyan jó volt, de ez részleges, közvetett és befejezetlen, tehát tökéletlen. Részleges, mert ez nem az én teljességem, ez a személyiségemnek jó esetben egy része, ha igaz. Közvetett, mert nem rólam szól, hanem ennek a személyiség rétegnek a szimbolikus ábrázolásáról különböző szimbólumokban. Szándékosan nem vagyok konkrétabb, mert akkor belegázolnék bizonyos hagyományok önbecsülésébe, és ezt nem szeretném. És a dolog az ott áll meg ennél a második látó rétegnél, hogy még mindig nem tudom, hogy mitől látom azt, amit látok. Miért kell nekem azt látnom? Belül, meg kívül. És akkor jön a harmadik nagy krumpli, a harmadik nagy halmaz, és ez pedig az úgynevezett teremtő vagy generatív iskolák. És ez ugyanúgy megvan a buddhizmusban, hiszen a zen az nem csak a látással, hanem a teremtéssel is foglalkozik nagyon komolyan. És ezt az Avatamsaka szútrának egy sarkalatos mondata mondja ki, hogy ha meg akarod érteni a világegyetem természetét, akkor tekintsd úgy, mint amit egyedül a tudat teremt. Tehát ez a harmadik nagy iskola típus, a teremtő iskolák. Tehát foglalkozunk azzal, hogy ebben a pillanatban hogyan teremtjük egész valóságunkat kívül, belül, magunknak, másnak, rengetegféle minőséggel. Nézd meg, az elsőben magyaráztunk, a másodikban láttunk, ráláttunk, és a harmadikban generálunk, teremtünk. És általában az elsőnél leszoktunk ragadni, mert az olyan nyugtató, amikor így megmondják, hogy mi miért, tehát az elsőnek mit az, hogy mi miért vagyunk ilyenek, meg a világ miért ilyen, meg ez a nyár miért volt most ilyen. És akkor az ember úgy megnyugszik, de csak egy ideig. És a látónál pedig így kicsit megszeppen, megdöbben, mert azt végül is előbb-utóbb a saját szemével látja, hogy belül mi van, kívül mi van, de igazából akkor lép be a felnőtt osztályba, amikor rálát saját és egymás teremtő mozdulatára ebben a pillanatban. Na most ehhez kell az, amit a zenben közvetlenül a tudat meglátásának hívunk, hogy ebben a pillanatban lásd, hogy a gondolataiddal, érzelmeiddel, tetteiddel és szavaiddal, maradjunk ennél a négynél, hogyan teremted újra vagy frissen ezt a világot, ezt a lelkületet, ezeket a kapcsolatokat, amelyekben épp most élünk. Itt szokott nagyon eltörni a mécses, mert végképp nem azt teremtjük, mint amit szeretnénk. Tehát ez az anyám, én nem ilyen lovat akartam kezdetű probléma, hogy kikorongoztam a kis agyagfigurát, és nem az a csésze, hanem egy ilyen rút szörnyeteg lett helyette, és nem az a gyönyörűséges kancsú, hanem valamilyen borzalmatos, szögletes szerencsétlenség, és nagyon nehéz ilyenkor már visszadobni ezt a kiégetett agyagot, ugye vissza a nyersbe, pedig a tudat erre képes. Gyémánt szutra gyönyörű, a gyémánt az nem azért gyémánt, mert sok karátos és el lehet adni nagyon drágán, hanem azért, mert olyan bölcsesség, amin a valóság nem ejthet karcot vagy csorbát. Tehát ez a csorbítatlan bölcsesség, ez a gyémánt szutra. Mahajánának az egyik legfontosabb irata, és ez azért jó, mert minden olyan díszítés, meg ornamentika, meg attribútum, ami a buddhákra addig rárakódott, az is szépen gyorsan Subhuti segítségével a buddha, hogy lekaparja. Tehát például, amikor arról van szó, hogy Subhuti ugye csodálkozik, hogy a buddhának milyen ismertető jegyei vannak. És akkor Shakyamuni megkérdezi, hogy Subhuti, ismered-e a buddhák 32 ismertető jegyét? És akkor Subhuti, mint a jó tanuló, is szépen felsorolja, hogy ez pedig a mindent látó szem, a mindent halló fül, a stb. Stb. Tehát ezek a nagyon-nagyon szép attribútumok, tulajdonságok, amelyekre mi mindannyian nagyon vágyunk a lelkünkben, hogy ilyen szupermenek és szuperlányok legyünk. És utána a Buddha azt mondja, jól mondtad, Subhuti, de azt is tudd,
hogy a buddhák nem ismerhetők meg ezen 32 ismertetőjegyen keresztül. És így szépen bontja le azokat az előfeltevéseket, amelyek leírás, tehát magyarázat, és esetleg belső látás vagy külső látás során az emberekben így megrögződtek, és azonosságtudat vagy identitás lett. A teremtésben és a teremtés pillanatára való rálátásban nem az a probléma, hogy látod, hogy a saját kezeddel darálod le a legjobb dolgaidat, a mulandóság, tökéletesség és függés darálóját. Nem ez a probléma, az, hogy nem tudod megállítani. Tehát úgy tűnik, hogy végre megláttam, hogy mi történik, és nem tudom uralni a saját kezemet, amivel a valóságot ledarálom a saját kis darálómon. És így az ember egy különböző, úri, ezt tényleg én csinálom, és nem tudok senkinek se panaszkodni, nem tudok senkire se kivetíteni felelősséget, nem tudok senkitől sem plusz szabadságot kapni, mert az állítólag megvan bennem, pont a fordítottja történik, mint a magyarázó iskoláknál. A teremtésnél rájössz, téd a szabadság, téd a felelősség. És ehhez mi kell, hogy ezt helyesen műveld? Az okozatiság megismerése. Tehát, milyen mozdulat, milyen eredmény, milyen beszéd, milyen értelem, milyen érzelem, milyen érzés, milyen gondolat, milyen gondolkodás. Tehát a teremtés pillanatára való rálátás az teljes 360 fokos ugye, kört jelent. Ez azt jelenti, hogy az okra és az okozatra, a belsőre és a külsőre, a sajátodra és a másikra egyaránt rálátsz. És mivel ez nem egyértelműen hoz gyors boldogságot, megoldást, hanem inkább a házi feladatot rakja ki az asztalra, ilyenkor ugye el szoktunk szontyolodni, és gyorsan keresünk egy olyan helyet, ahol minket gyorsan boldoggá tesznek. Megmondják, hogy kik vagyunk, megmondják, hogy mit kell csinálnunk, megmondják, hogy milyen kódot gépeljünk be a saját számítógépünkbe ahhoz, hogy sikeresek, gazdagok, eredményesek, boldogok, szépek és egyebek legyünk, és akkor minden megvan oldva. Tehát van az ember lelke mélyén egy ilyen kis motoszkáló, aprócska, de később alig elnyomható félelem, hogy valamit nem fejezett be magában. Ennek a legmélyén a halálfélelem van. Mert ha ilyen külsődleges dolgokkal kábítjuk el magunkat, New Age vagy egyéb ilyen szinten, akkor tényleg nem végeztük el azt az alapvető házi feladatot, ami megoldja a test és lélek kapcsolatának a kérdését, a születés, öregség, betegség, halál kérdését. Csak egyszerűen jól éreztük magunkat, mert kiéltük a kreativitás, az öröm, érzékszervi öröm, és a birtoklás valamelyik regiszterének ugye a lehetőségeit, de a negyedikbe, a felébredésbe nem léptünk be. Na most a Mahayana buddhizmus hasonlóan az őt megelőző több évszázados, vagy akár egy-két évezredes, ezt nem tudjuk pontosan, hogy a Védántához, nem tagadja a birtoklás, az öröm és a kreativitás létjogosultságát az ember életében, csak azt mondja, hogy érdemes ezt a három nagy életterületet a moksa, a felébredés szolgálatába állítani, és uram, bocsánat, mi történik ekkor? A felébredett tudat is ugye átminősíti ezt a három nagy életterületet. Az átminősülésnek az egyik legnagyobb vonulata az az éntelenedés vagy önzetlenedés lesz. És ezt ugye az átadási vonalak, főleg a Mahayana átadási vonalai nagyon híven és következetesen gyakorolják, ezt hívják a nemes nyolcrétű ösvénynek. És a nemes nyolcrétű ösvény az nagyon szépen kimondja, hogy ha te, mint buddhista gyakorló, helyesen szeretnéd élni az életedet, akkor legyen meg neked a helyes felismerés, a helyes beszéd, a helyes erőkifejtés, a helyes életmód, a helyes belátás, helyes bölcsesség, és a többi, és a többi. De mitől lesz ez helyes? Mindenki előtt ott van az, hogy helyes, 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 helyes. Tehát a helyesnek a megállapításához kell egy olyan non-dualisztikus, vagy nem kettősségekre alapuló belátás, ahol egyszer legalább eltűnt ebben a pontban a te és az én, az egy és a más, az én és a világ. Tehát minden olyan dualitás legalább egy pillanatra feloldódott,
amelyek illúziójában mi széttagoltan, szenvedve és szenvedtetve létezzünk. Mert ezért nézzük meg, az, hogy valaki szenved, az tényleg nagyon szomorú, és önmagában segítséget igényel, és jó szóért, jó cselekedetért kiáll, de ennél azért többről van szó. A szenvedő emberek másokat is szenvedtetnek. És akik nagyon-nagyon jól érzik magukat, de közben másokat szenvedtetnek, azok valójában nagyon szenvednek. Csak nem vették még észre. Tehát nem csak arról ismerszik meg a boldogság, hogy kijelentjük, hogy én boldog vagyok. Nézzétek meg, hogy nekem mennyi könyvem van. Hát olyan boldog vagyok, jó? Ez mind-mind alapulhat téves nézetre. Hanem nézd meg annak az embernek, annak a lénynek a beszédét, a gondolatait, az érzelmeit, a cselekedeteit. Ha ez más embert szenvedtet, akkor az illető is szenved. Akármit mond magáról. Tehát az az igazán nagy kérdés, hogy benned hogy működik a teremtés momentuma itt és most. Mit teremtesz ebben a pillanatban magadnak és másoknak? Ugyanis ez tagadhatatlan. A beszéded megszólal, az érzésed kiárad, a gondolatod megszületik, a cselekedeted hatással van rögtön világra és másikra egyaránt. És ennek az eredménye megmutatkozik, hogyha rövid távon, hosszú távon, teljesen mindegy, de itt és most ez a mozdulat, ez a momentum, a négy előbb említett terület momentuma, ez látszódik. Úgyhogy én nagy szeretettel hívok meg mindenkit abba a regiszterbe, abba az iskolába, ahol a tudatáltali teremtést tanulmányozzuk. Magunkon, a környezetünkön és másokon egyaránt. És van ennek a teremtésnek egy olyan próbája, amit úgy hívunk, hogy Cohen interjú. Azok a probléma megoldó gyakorlatok, amelyekben általában az ember énsége, prekoncepciói, dualisztikus kategóriái, magyarul az egójának a szokás ereje, szokás energiája, ebbe bele szokott törni, és ezt hívjuk a frusztrálódó énnek. Na most a frusztrálódó én az azért érdekes, mert nem ugyanaz, mint a szenvedő. Tehát senki nem ver nyakon egy bunkósbottal, senki nem ad neked rosszul főzött ételt, senki nem szomjaztat téged három napig, tehát nem fizikai szenvedés van, még csak rosszul se szólnak hozzád, mert egy ilyen visszavonuláson csend van. Nagyjából. Tehát nem az a szenvedés, amitől az ember így rámutat, és így ez, én ettől szenvedek. Velem itt rosszul bánnak. Tehát nem ez van. Felteszik neked azt a kérdést, hogy mi mozog, szél vagy zászló, és miután harmadszor se tudod, elgurult a gyógyszer. És ugye, bólogatás a tisztelt hallgatóság soraiban, mert aki ezzel szembe kerül, az olyan belátással bír saját magára, és a Cohen megoldására, vagy a megoldatlanságára adott reakcióira, hogy olyan még nem volt. Hogy ez rendben van, hogy nem tudom, hogy mi mozog, szél vagy zászló, de hogy miért akarok ettől gyilkolni? Az a nagy rejtély. Tehát hogy van az a reakció, hogy én most egy ilyen sok száz lóerős dózerral ezt az egészet eltörölném inkább a föld színéről, semmit belássam, hogy nem tudom. Tehát az az érdekes, hogy ezekben a kis kuanokban, mint a részecskegyorsítónál a detektor, a karmád az nagyon jól megmutatkozik. Az mindegy, hogy mikor válaszolsz helyesen a Cohenra. De az, hogy mikor veszed észre a saját reakcióidat, azt a karmát, amivel te a világhoz viszonyulsz, na az a kérdés. És előbb-utóbb az megtörténik, főleg, hogyha a tanító elég együttérző, és rákész, hogy látod? Most ezt mondtad. És nem! Na most visszamondom, ami elhangzott, és akkor... Tehát azért jók ezek az intuitív gyakorlatok, mert tényleg, hogyha az ember így küzd egy darabig, akkor ezek a non-dualisztikus bölcsességen és együttérzésen alapuló, egyéváló feladatmegoldások, helyzetgyakorlatok elvezethetnek egy olyan önismeretig, világismeretig, a teremtésbe való bepillantásig,
amit lehet más úton gyakorolni, de itt tagadhatatlanul megvan. Tehát félreérthetetlenül rá fogsz látni magadra és a világra, a világhoz való viszonyodra, ezen gyakorlatokon keresztül. Van, aki a formális étkezésen keresztül lát rá, mert van négy tálos, teljesen elvesztem a kis pálcikámmal meg a kanalammal, villa nincs, kés sincs, felvágunk mindent előre. Tehát ez úgy van, hogy a négy tálas étkezés ceremoniális és figyelemgyakorló paradigmájában az összes étkezéssel kapcsolatos vágyad és averziód megmutatkozik. Leginkább ott szokott eltörni a bili, amikor teával elmossuk azt a tányért, amiből ettünk. Hát, hogyha nagyapáink nem tanítottak meg arra, hogy tűrüljed ki a kis ugye, kenyérrel a táladat, és te benne hagytad a vastagját, azt jön a tea, hát akkor ugye nem az a hibás, aki a szervírozza neked. De ha olyan oroszlán pillantások, hogy micsoda. Nézzük meg. Tehát a zen az tud magyarázni, mert van egy rakáskönyv, de mint tudjuk, nem ez a cél. Sőt, az ilyen kezdő réteg kell, mert az intellektus éhes és makkal álmodik. Tehát fogja, és kíváncsi módon olvas, és ért, és gondolkodik. Aztán, amikor ebből elég volt, akkor tényleg közvetlen rálátással megtapasztal belül dolgokat, és utána jön a harmadik fázis, amikor a teremtésébe, a saját teremtő mozdulataiba, a tudat teremtő momentumaiba nyer bepillantást. Na itt kezdődik az igazi alkimia, amikor fogod és átalakítod azokat a szokásokat, azokat a mechanizmusokat, mert másképp nem tudod megoldani a kérdést. Nem lehet arra a nyomorult koanra másképp válaszolni, csak akkor, ha én megváltozom. Nincsen zen szérum, nincsen boldogságtabletta, nincsen egy kis koan készlet, amivel így bemaszkírozom magam, bemegyek az interjúszobába, és akkor úgy rögtön megvan. Ilyen nincs. Változni kell. És a legnagyobb változás az, hogy feladod a saját énségedhez való ragaszkodást, de csak azon az alapon, hogy belátod, hogy az illuzórikus, amihez te abszolútként szerettél volna ragaszkodni. És csak ekkor tudod elengedni. Ha belátod, hogy az, aminek te abszolút állandó jelentőséget tulajdonított, amivel azonosultál, amihez ragaszkodtál, az nem abszolút, nem állandó, nem tökéletes, nem független, önmagában nem létezik. Na, ekkor tudod csak elengedni azt a port, amit egyébként is a szél kifújna a kezedből. És ekkor valójában tudsz segíteni magadon és másokon. Az érdekelne, hogy elképzelhető-e, hogy hogy bizonyos egyének úgymond öntudatukra ébrednek, ez lehet egy evolúciós lépés, vagy csak mindig egy kisebbség számára adatik meg a napjainkban, és adatott meg a múltban. Bizonyos egyének közé te magadat belesorolod? Igen. Na, innentől kezdve érdekes a kérdés. Mit teszel te azért, hogy ez az evolúciós lépés a te életedben bekövetkezzen? Ugyanis nincs evolúció. Ezzel nem a biológiát, meg a Müller-Heckel-féle biogenetikai alaptörvényt, vagy urambocsát Darwint és a fajok eredetét tagadjuk. Szó sincs erről. Ott a test evolúciójáról és a Földön megjelenő fajok ugye fejlődéséről van szó. Amiről te kérdezel, az a tudat evolúciója és fejlődése, amit pillanatról pillanatra a te döntéseid határoznak meg. Tehát milyen alapon mit döntesz? Ez az egyetlen egy megkülönböztető jel, hogy lefele mész a téves nézetek, vágy, kabzsiság, harag, düh és egyebek birodalmába, tehát egyre jobban szétcsattansz magyarul, vagy pedig minden helyzetben, főleg a kritikus és válsághelyzetben megtartod a nem kettősség tudatát, a nem dualisztikus bölcsességet, a cselekvő együttérzést, és ekkor főleg válsághelyzetben óriásit lehet emelkedni. Mert nem hagytad szétesni magadat, vagy szétütni magadat a különböző kondíciók, vélemények és egyebek által. Tehát nincs olyan, hogy törvényszerű evolúció. Tudatilag biztos nincs. Az, hogy itt biológiailag mi történik a Földön, az a tudósok dolga, azt szépen ők eldöntik, megköszönjük a munkájukat, idézzük, egyebek, semmi gond. Itt csak a tudatról van szó.
nincs predeterminált evolúció, sőt, ha megnézed, már európai történészek a karma ciklusának elmélete nélkül rájöttek, hogy rójuk a köröket, Spengler. Tehát meg kéne nézni az európai történetírásnak így a nagyjait, és ők rájöttek, különösen a birodalmak megjelenése és eltűnése nyomán, hogy bizony mi majdhogy nem helyben járunk. Tehát bizonyos szögből nézve anyagi kultúra, egészségügy, infrastruktúra, egyebek, tehát mutatható fejlődés, hiszen nem szekérrel járunk, és nem két hétig tart Münchentől Rómáig az út. Ugye? Ilyen vonalon fejlődés látszik, de az, ami az emberi tudat legmélyét és leghumanoidabb viselkedését illeti, ugyanaz az ösztönvilág, ugyanaz a jó és a rossz, ugyanaz a birtoklásra, túlélésre, szaporodásra kihegyezett reflex csomag és ösztöncsomag van. Csak másképp nyilvánul meg. Na most az, hogy valójában mennyivel világosodott meg az emberiség az elmúlt 2000 évben, na most mutasd meg nekem azt a műszert, ami ezt megméri. Ha hozod a műszert, akkor van a tudati evolúcióról valami objektív mondani valónk. Egyébként csak egyéni, látható, kis csoportos, olyasféle mintából tudunk dolgozni, amit közvetlenül meg tudunk figyelni, és azért kérdeztem, hogy te magadat ezen folyamat részének tudod-e, mert akkor a te mozgásod befolyásolja az egész folyamatra való rálátást. Magyarul, ha te helyben maradsz, és így az egész gyorsvonatszerűen elmegy melletted, az teljesen más érzet, mint hogyha te rajta ülsz a gyorsvonaton. És ez nem kell Einsteint így fújni. Úgyhogy a te fejlődésed a legfontosabb. Meg a te fejlődésed, a te fejlődésed, a te, mindegyikünk fejlődése a legfontosabb, és nem az, hogy, hogy milyen véleményt alkotunk az emberiség további részéről. Oké? Okay? Egyéb kérdés? Az törvényszerű, hogy ezeket a fejlődési pontokat, ezeket mindig valamilyen drámán keresztül kapjuk meg? Tehát, hogy nem lehet az, hogy kaptunk drámákat, kaptunk rosszat, és kapjuk olyan feladatokat, ami nem mondjuk egy ilyen nagyon negatív dologhoz kapcsolódik. Mostanában úgy gondolom, hogy a dráma törvényszerű. Csak meg kell ismerni a dráma törvényét. Hogy ez a dráma mi szerint mozdul. Tehát az ember az egy olyan állatfajta, hogy amíg nyugi van, addig nem mozdul és nem csinál semmit. És ezért például a legszomorúbb dolog az, hogy az emberiség fejlődésében a legnagyobb anyagi mozdulat, a legnagyobb fejlődése az anyagi világnak az a háborúk idején volt. És a háborúk voltak azok az elképesztő válságok és drámák, amelyek ki kellett találni valamit, amitől jobb fegyverem, jobb védelmem és egyebem lesz, amitől a túlélésem megvan. És a békeidőben ezek szépen futottak tovább. És aztán jött egy újabb háború, és az újabb háború megint így összekavarta a szálakat, és megint egy intenzív munka kezdődött, hogy hogyan lehet a másik hadsereget megverni. És a tudomány és az anyagi világ bizony ezekben a drámákban fejlődött a legnagyobbat. Sajnos ez így van. De ahhoz nem kell egy külső háború, hogy a belső konfliktus meglegyen. Ahhoz elég a mindennapi élet. A mindennapi élet rezdülései, dörzsölődései, konfliktusai, ezek mind elégségesek ahhoz, hogy a te tudatod, lelked fejlődése, az ezen kis drámák vagy nagy leolvadások és hatalmas konfliktusok, veszteségek, egyebek közepette bekövetkezzen. Tehát válság nélkül nincs igazi döntéskényszer. Kőkemény helyzet nélkül nincs igazi haladás. Azt értem, hogy a mélypontok adják azt a lökést, amikor indulsz valamerre. De amikor mész ezen az úton már, és megvan az a vágyad, hogy te változtass és változzál, akkor is még mindig kellnek hozzá majd ilyen, tehát kell, hogy kapjak ilyen mély feladatokat, vagy esetleg ott azért már ez nem biztos, hogy ez bekövetkezik. Rajtad múlik, és megmondom miért. Ha már megvan benned a nyitottság, a változás, és tudod, hogy ez egy folyamat, nem csak pedig ilyen múló rosszul lét, akkor az egód nem szilárdul vissza olyan gyorsan és olyan keményre. Megmarad a nyitottság. Megmarad a változtatásra való lehetőség, az alakulás, a fejlődés. Ekkor ezek a válsághelyzetek nem ilyen elképesztő csapásként
érvényesülnek, mert a csapás csak egy bizonyos felületen tud realizálódni. Az üres térre nem lehet rácsapni. Jó? Megkaptam a választ. Na hát, és mit értettél meg belőle? Ezt most nem mondom el. Júj, de titokzatos! Majd négy szem közt a legközelebbi. Érleld meg, és majd az interjúra behozod. Egyéb kérdés? Milyen jellegű fogadalmakat tesznek le a szerzetesek? Hát csak amit fölvettek, azt tehetik le. Szerzetes szeretnél lenni? Csak érdeklődöm. Még nem tudom. Hát, hogyha szerzetes szeretnél lenni, akkor elbeszélgetünk a szerzetesi fogadalmakról. Világiaknak is van. Azt elmondom. Az az öt fogadalom, amit most itt a hallgatóság soraiban már páran a közel vagy távolabbi múltban fölvettek, az tartózkodás az élet elvételétől, tartózkodás az oda nem adott dolgok elvételétől, tartózkodás a hazugságtól, tartózkodás a bódítószerektől, és tartózkodás az elkötelezett kapcsolatok egyoldalú megtörésétől. Ha ezt az öt fogadalmat megfelelő szellemben használnák az emberek, tehát tudják, hogy mikor nyitottak és mikor zártak, akkor ezen a földön az emberiség által teremtett szenvedés 90%-át ki lehetne iktatni. És akkor már csak azzal kéne törődni, hogy hogyan dolgozzunk a születés, öregség, betegség, halál négyes szorításában, mert ezt senki nem kerülheti el. És mivel nem kerülhetjük el, ezért ezzel kéne inkább foglalkozni, és nem pótszereket gyártani arra, hogy az ebbéli kínunkat, frusztrációnkat és egyebünket hogyan vetítjük rá a másikra, a világra, és mi módon próbáljuk meg elfelejteni azt, hogy valójában kik vagyunk és hova jöttünk itt. Képzeld, hogy belépsz egy étterembe, meglátod az étlapot, belépsz ugye a beltérbe, mert az a kinti étlap az ugye megmutatja, hogy itt miről van szó, odajön a pincér, és azt mondja, hogy jó estét kívánok, uram, jó estét, hölgyem, hadd kísérjem önöket az asztalukhoz. És azt mondja, hogy micsoda? Hát én nem is akarok itt leülni. Hát már láttad az étlapot, beléptél az étterembe, megszólítottad a pincért, onnantól kezdve vendég vagy. Tehát, hogyha ide megszülettünk, akkor most mi ellen tiltakozunk? Meg kéne nézni a valós lehetőségeket, hogy ezen a földön mit tudunk csinálni. És ahogy mondtam, van három nagy terület. A birtoklás, az örömszerzés és kapás és a kreativitás, amiben az emberek tényleg ki szeretnék élni, és nagy részt ki is tudják élni az életüket, de hogyha ezt egy felébredett tudat nem koronázza meg, és valahol nem irányítja, akkor ez a három terület nagyon sok veszélyt rejt, és az emberek maguknak és egymásnak hatalmas bajokat tudnak produkálni. Tehát a birtoklásból lesz egy nagyon komoly önzés, az örömszerzésből komoly érzékszervi függés, és a kreativitásból pedig sokkal többféle, de általában munkaholizmus és olyasféle kötődések, ami az állandó teremtéshez való ragaszkodás, és az attól való tartózkodás az nincs. Tehát állandóan valamit csinálni kell, valamit teremteni kell, és nem tudsz megmaradni a teremtetlenség állapotában. Na most ezt a három területet, a felébredett tudat, az könnyen átlátja, és egy bizonyos gyakorlat és erőfeszítés után már irányítani is tudja, de csak akkor, hogyha a saját énképével és a világképpel egy picikét már mélyebben foglalkozott, és eloszlatta a különálló, elszigetelt és tökéletes és narcisztikus egoitás képét. Tehát amikor már magával egy kicsikét úgy már rendben van, akkor egyé tudott válni a világgal, egyé tud válni a pillanattal, és ekkor ezt a három területet kezelni tudja. Most azért jövök ide, mert a fogadalmak ilyen nagyon szabályosnak tűntek, hogy most tartózkodom ettől, meg hogy nem csinálom ezt, meg hogy nem lesz az. Na most ezt felnőtt módon szemlélve, látod, hogy ezek a szabályok mikor nyitottak és mikor zártak. Tehát ülsz egy étteremben, szabadtéren, és rászáll valakire egy szúnyog, rögtön egy szalvétával, senki nem adta oda neked a szalvétát, de mégis azt a szúnyogot úgy megpróbál elhesegetni. Ugye? És ez még egy nagyon enyhe példa. Úgyhogy, ha az ember gondolkodik azon, hogy ezek a fogadalmak nyitottak vagy zártak, akkor inkább tartsa be őket.
Ha pedig gondolkodás nélkül másokért kinyitja őket, akkor abból neki semmi haszna nem származik, csak éppen segített egy másik lényen. Ezzel iszonyú óvatosan kell bánni, tudunk magunknak a legnagyobbakat hazudni, és innentől kezdve óriási visszacsapása van ennek. Rövid vagy hosszú távon, ez teljesen mindegy. Tehát a fogadalmak arra valók, hogy az ember életét ezzel mi tudatosan a fogadalmak hordozói és felvevői vezéreljük. És azért vannak ezek így elvekként, vagy vezérfonalként kimondva, hogy az ember vegye észre ezeket a problémás területeket, és foglalkozzon velük, és hogyha egyetért a fogadalmak szellemével, akkor vegye föl őket. Apróság. Miért tartózkodunk az élet elvételétől? Miért van az, hogy nem javasoljuk a test és tudat erőszakos elszakítását? De egyszerűen azért, mert nem tudod a lelket visszatenni a testbe, ha már egyszer leromboltad a testet, vagy más módon megszakítottad a kapcsolatot. Tehát a kár az inkarnálódott lény számára maradandó, mert nem tudja folytatni az inkarnációját. Oda nem adott dolgok elvétele. Világos, hogy egy birtoklásra épített társadalomban élünk. Az emberek azonosulnak a tárgyaikkal. Ez az én botom, az én telefonom, az én mikrofonom, az én. És ebből óriási harc és dű keletkezik, hogyha vágynak nem tudunk valahogy gátat szabni. És gyakorlatilag ott van az én szabadságomnak határa, ahol ugye másokat el kell sérteni. Ez egy egyszerű meghatározás, de itt használható. Hazugság azért érdekes, mert egy ideig még magunk sem vesszük észre, hogy hazudunk. Olyan könnyűvé válik az élet, hogy te azt mondasz, amit akarsz, és ez a másikra olyan jó hatást gyakorol, és akkor tényleg azt csinálja egy ideig, amit mondasz neki, meg eléred a céljaidat, és az úgy megy. De egy idő után a madár nem tud leszállni a földre, mert mindig az a szokása, hogy a szó elszáll, az igazság meg ott marad egyedül. És az ember belül szét tud tagolódni. Az ember belül szét tud esni, mert már nem tudja, hogy a hazugságának mely változata az, amit az adott embernek vagy embereknek kommunikálni akar. És a valóság így elkezd szakadni különböző lemezekre, különböző aspektusokra, rétegekre, és mindegyiknek van egy kis torzulata, van valami hibája, van valami korrupt benne azért, mert szándékosan leválasztottam a szóbeli kijelentést a valóság érzetéről, a valóság tisztánlátásáról, oly mértékben, hogy már magam is jobban elhiszem a saját hazugságomat, mint azt, amit régen belül láttam, de most már nem vagyok hajlandó, mert édesebb, gyorsabb az a hazug gondolkodás, vagy érzelemformálás, vagy beszéd, ami alapján én másik emberre, vagy a világra hatást szeretnék gyakorolni. És amikor az ember rájön, hogy ez az egész összeesik, mint a kártyavár, akkor ez egy nagyon komoly belső kollapszus. Tehát ilyenkor az ember énje teljesen darabokra tud hullani. És ilyenkor jó is, azt mondjuk, hogy az úton járók csak az illúzióikat veszíthetik el. De ez egy nagyon komoly történet, mert a beszéd általi karma a legsokfélébb. És ezt a sokféleséget tisztán kell látni, hogy a valósághoz hogyan viszonyul az, amit mondunk, és amit hallunk. És van egy alaptéte, hogy ahol te megvezeted saját magadat, és ezáltal a világot, ott a világ is meg fog vezetni téged. Tehát, hogyha valaki állandóan ugyanabból a szögből kap egy komoly csapást, akkor ne lepődjön meg, mert valószínűleg ott van valami komoly házi feladata, olyan karmája, amit nem oldott föl, és meg kell nézni azt, hogy a yinhez hol csatlakozik a yang, ahol téged ütnek, az hogyan áll összefüggésbe azzal, ahogy te a világhoz viszonyulsz, esetleg hasonló területen, vagy ennek reakciójaként, vagy esetleg ennek kiváltójaként te mit csinálsz. Bódítószerek. Világos, hogy a tudat tükrét nagyon sokféleképpen szeretnénk elködösíteni, nehogy látni kelljen, és ez nagyjából az örömhöz való, az érzékszervi örömhöz való ragaszkodás, de lehet egyébként kreativitást is bódítószerként fogyasztani, és a birtoklás az nehezebb, mert a tárgy, hogyha ott len van, és csak úgy hidegen, elkülönülten ott van, hogy nem szokott senki sem megrészegülni attól, hogy valami csak úgy ott van. Hogyha az a valami, mondjuk bódítószer kémiailag,
valamiféle fizikai örömöt szerez, akkor ezzel el tudom úgy bódítani a tudatot, hogy ne kelljen látnom, ne kelljen foglalkoznom vele, ne kelljen igazából a lelkiismeretemet mélyebben használnom, és ennek vannak kémiai és nem kémiai vonatkozásai. Tehát a nem kémiai bódítószerek most ez a digitális kultúra, amitől már végül is ilyen kis internetelvonó kúrák, meg ilyen digitális detoxok, meg ilyenek alakultak ki, és ez egy súlyos iparág van rajta. Angliában egy ilyen unplugged weekend, tehát amikor semmi elektronikád nincs, és az emberek ilyen közösségi foglalkozásokkal gyógyítgatják egymást, 300 font péntek reggeltől vasárnap estig, és annyi történik, hogy étkezés, szállás, foglalkozás, van pszichológus is, meg mozgástanár, meg egy kis sport, meg jóga, választhatsz egy kis nyugtató kurzusok között, 300 font azért, mert túl sokat gépeltél hétközben. Hihetetlen. De van ennek súlyos dagát, van, aki dehidrálódik és elpusztul a több tucat órás játszogatás közepette, és voltak ilyen halálesetek, ez mondjuk kiugró, de az, hogy az emberek éjszakákat így végigjátszanak, és nem tudnak utána se figyelni, se gondolkodni, se cselekedni, se dolgozni, se a másikkal normális viszonyt kialakítani, ez már sajnos standard az ilyen túllőtt digitális világban. És a legutolsó így a kapcsolatokról szól. Szándékosan nem arról szólt az utolsó fogalom, hogy házasságtörés. Az egymásnak tett ugye párkapcsolati fogadalmakhoz nem alapvetően közjogi intézmények kellenek, hanem szívtől szívig való elköteleződés. Na most ezt felrúgni, és itt egy kölcsönös birtoklás élménye alakul ki, akár tetszik, akár nem. Tehát akár van hozzá vagyonszerződés, anyakönyvvezető, és az ilyesféle ugye külterjes, kultúrfüggő dolgok. Gyakorlatilag az egymásnak tett szívbéli elkötelezettség az érződik, és az van, és azt nem meglátni, nem megérezni, az egy nagyon brutális dolog. És fel kell ismerni, hogy mikor jutott el egy társkapcsolat a kölcsönös birtoklás fázisába, mikor költöztünk össze, mikor kezdtük el közös helyre rakni a zsét, amennyit úgy, és mikor kezdtünk el közös életet élni. És amikor ez megvan, az egymás szemébe való nézés első komoly pillanatától kezdve a kivitelezésig, akár van róla papír, akár nem, az egy elkötelezett kapcsolat. És ez nem kell az a birtok, viszont hogy én a tiéd, te az enyém, az emberek irtóznak ettől nagyon nagy részt, mert nem birtok viszonyt szeretnénk kialakítani, hanem a kölcsönös elköteleződést. De akkor már egy bizonyos kölcsönös, implicit birtok viszony kialakult. Vagy éppen monopólium. Ezt tiszteletbe kell tartani. És általában az a probléma, hogy ezeket a szálakat, hogy a vágy tüzében nagyon gyorsan össze lehet kovácsolni valami gyönyörűséges szerelem ötvözetté. Utána pedig, amikor törés van, akkor a harag és kielégületlenség hidegvágójával akarom szétzúzni az egészet. Tehát nagyon ritka az, hogy szerelemben tudnak elválni a volt szerelmesek, általában valami elképesztő brutalitással szeretnék a kölcsönös birtoklást megszüntetni, és egy egyéni vagy új, más egyénnel létesített közös birtoklást megalapítani. Beszéltünk arról, hogy a hazugság és az igazmondás, mennyire szigorúan vegyük észre és használjuk az igazmondást? Tehát volt ez a fogadalmak között, hogy hazugságot ne ellenben mennyire tartsunk ki az igazunk mellett, például akár munkahelyen, vagy stb. Ott nagyon egy ilyen szimbolikus jópofiskodás megy, leborulás a feletted lévőnek, és az elvárja ezt a táncot, ami egy ilyen bohózat, és az ember ilyenkor majdnem kifordul a gyomra. Igen. Ilyenkor meddig menjen a... És itt jön sokszor az igazmonda, igen, megmondanám az igazat, valójában látom azokat a tüskéket, ami valójában egy ilyen tánc, aminek semmi értelme. Mm-hmm. Hát az igazi kérdés az az, hogy az igazságnak számodra hol vannak a határai. Tehát az igazság az csak az, amit te gondolsz, vagy esetleg minden, ami abban a pillanatban látható, hallható, érzékelhető, gondolható, és a többi, és a többi. Ugyanis ha így nézed, az igazság nem csak egy verbális kijelentés, vagy éppen gondolatsor, és ugye az európai filozófián, tudományosságon és egyébben nevelkedett emberek
azok itt megállnak, hogy az igazság az valami verbális, vagy gondolatbéli, vagy könyvbéli, vagy ami mindig igaz, tehát az igazságnak akarunk egy abszolút értéket tulajdonítani. A zenben ilyen nincs. Az ég kék, a fű zöld. Tehát ez mind-mind igazság, és akkor ebben a helyzetben az is igazság lesz, hogy te meglátod, hogy a munkaközösség pávatáncát járja a főnök körül. Na most, nagyon fontos, hogy az igazság meglátását, megtapasztalását különítsük el a saját ítéletalkotó magatartásunktól. Na, ha ez megvan, akkor nem tudjuk úgy bepördíteni magunkat, hogy esetleg valami butasságot mondjunk a szentséges igazság nevében, amely még ha igaz is, több kárt csinál, mint hasznot. Ugyanis mi a legfontosabb? Nem csak az igazság látása, a helyes felismerés, hanem a helyes cselekvés és a helyes beszéd is. Tehát ez azért ennyire durva, mert te kimondasz valami gyönyörűséges igazságot, és ettől kirúgnak, vagy kirúgnak valaki mást, vagy megszűnik a munkahelyed, stb. Tehát mi az az igazság, ami pontosan azt az eredményt éri el, ami úgy működik, ahogy azt te tényleg szeretnéd? Tehát van a lényeg, a bennünk lévő lényeg, amelyik tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör, ebben minden úgy látszik, ahogy valójában van, az ég kék, a fű zöld, amikor dudálnak, akkor nézd meg, hogy kinek mi baja van az úton, ugye? Valaki szomjas, inni adok neki, valaki éhes, enni adok neki. Tehát ez egy nagyon fontos dolog az igazság után, hogy a működés vagy cselekvés az is a helyére kerüljön. Ez a három eszenciálisan összetartozik. Lényeg, igazság, cselekvés vagy működés. Ha te kiragadod az igazságot úgy, hogy a lényeg eltűnik és a működés sérül, akkor bezárod magad egy elméleti, de cselekvésképtelen helyzetbe. Tehát hogyan működik az igazságod? És itt nagyon kell tényleg arra figyelni, mert ne hazudjon se magának, se másnak, de a benne születő, az ő tudatában tükröződő igazság, az pontosan abba az irányba működjön, úgy fejtse ki az energiáját, hogy ez a kellő célt, a fontos célt, azt ne semmisítse meg. Igen, talán nem is kifelé próbálnám ezt az igazságot érzéketet. Nem szeretnék hatni rá ellenben, belül egy csavarást érzi az ember sokszor. Tehát érzi azt, hogy saját magában a békesség véget az ember megpróbál kompromisszumokat tenni, megpróbál belelépni a pávatáncba, hogy úgy beszéltünk az elő. De reggelente az a csomó, mikor meg kell indulni. Mert tudja, hogy mi vár rá az ember. Na ez az, ami talán, ami egy kicsit, amire kérdést tenném fel. Ismered azt a magyar népmesét, ami egy olyan lányról szól, akinek itt adtak egy nagyon komoly koant, hogy menjen is föl a királyhoz, meg ne is, úton is menjen, meg ne is, hozzon is ajándékot, meg ne is, öltözzön fel, meg ne is. Na, ez a magyar népmesék legjobb koanya, és a lányka megoldotta, eléggé érdekes formációban, ha emlékszel a mesére, de itt most arról van szó, hogy táncoljál is, meg ne is. Tehát ne akarj annyira egyértelmű lenni, mikor paradoxonokból, ellentétekből, ellentmondásokból vagyunk összerakva mi emberek. Tehát ne óhajtsuk letagadni a másikat csak azért, mert a mi igazságérzetünk ugye errefele húz. Tehát az együttérzés az itt nagyon sokat segít. Együttérzel azokkal, akik ugye kényszerből ott pávatáncolnak, és hogyan segítesz rajtuk, magadon egyaránt ebben a helyzetben. És nem kell pávat táncolni, elég, ha valaki mondjuk udvarias. Nem kell segget nyalni, csak legyen mondjuk segítőkész. A kettő között óriási különbség van. Tehát nézzük, hogy pillanatról pillanatra mi a helyes cselekedet, beszéd, érzés, gondolat. És hogyha az ember kellő spontaneitással és tisztasággal bír, akkor ezen nem kell külön gondolkodni. Nem egy külön elméleti metarétegből származnak ezek az információk. Ezek a lélekből kimondatlanul megszületnek.
Én azt szeretném megtudni, hogy hogy működik a figyelem. Például, hogyha megyek autóval egy úton, és emlékezik az útnak az elejére, meg a végére, de nem is tudom, hogy mi történt közben. Elkalandozott a figyelmem, de mégis végigmentem rajta. Tehát, hogy a figyelem, amikor nincs bennem, akkor hol van, és aki kiment az úton. Attól függ, bedobtál egy felest előtte, vagy nem? Tehát... Nem dobtam be felest. Jó, hát hogyha így van, kémiailag minden a helyén, akkor a figyelem az ugye a belső tudattartalmak által elég komolyan befolyásoltatik. Tehát ha te vezetsz, de közben állandóan az otthoni helyzetre gondolsz, akkor nem emlékszel arra, hogy végigmentél az úton, csak mint a robot végigmentél rajta. Egyébként van ennek egy nagyon-nagyon komoly változat, ami tőled most független, csak elmondom. El lehet érni az alkoholizmusnak egy olyan fokát, amit úgy hívnak, hogy rendezett homály. Tehát már annyit ivott az illető, teljesen így át van itatva minden rendszere és része szesszel, és bedob egy normál adag piát, és teljesen elmegy az öntudata, de kifelé abszolút cselekvőképes, beszél, járkál, kommunikál, minden van, csak nem emlékszik rá, mert nem látja. Van, amikor ez órákig tart, van, amikor ez napokig tart, és vannak olyan kábítószerek, amelyekkel ezt elő lehet idézni. Szándékosan nem mondom, hogy ez micsoda. És a lényeg az, hogy amikor ez a robot állapot vagy zombi állapot megvalósul, akkor a legveszélyesebb a lét. Mert nem csak, hogy nem látod, nem tudod, hogy mit csinálsz, hanem tényleg nem emlékszel rá. És amikor erre rájössz, hogy ez valami okból egy kisebb formában, teljesen jóindulatú vagy éppen javítható formában megvalósul, akkor nézd meg azt a zajt, ami a jeleket megszüntette vagy befette. És itt volt valami zaj, amitől a jel, a jelen idejű, a pillanatban érvényesülő jel nem jutott el hozzád. És valami egyéb vette át a helyét. Tehát a zenben a figyelemgyakorlás rendkívül egyszerű. Nem úgy működik, mint a görcsösen ökölbe szólított kész, hogy koncentrálok, ebben iszonyatosan ki lehet fáradni. A koncentrációnak általában van valami tárgya, és hogyha ez a tárgy megszűnik, unalmassá válik, vagy fel akarod cserélni egy másikra, akkor a koncentráció is megszűnik, és néha robbanásszerűen. Tehát teljesen szét tud omlani az a tudat, amelyik így koncentrál, és megszűnik a koncentráció tárgya, vagy eszköze, és darabokra esik szét. Sokkal inkább ahhoz hasonló, mint az a tükör, amelyik eleinte lehet szennyezett, mert egy rakás folt, meg egyéb van rajta, de hogy az igazi önvaló tisztul, úgy a tükör is ejti le ezeket a foltokat, ejti le azokat a vendégtárgyakat, amivel addig azonosult, és addig szennyezte. És akkor, amikor ezek a vakfoltok nagy hányada eltűnik, akkor a természetes erőfeszítés nélküli figyelem és jelenlét megvalósul. De ha észreveszed, hogy a jelenlétedben már nincs annyi figyelem, amennyi kell, akkor biztos, hogy a tükör, az eredeti tudat, az nem tiszta, hanem be van szennyezve valamivel. És akkor munka van, akkor azt le kell pucolni. Úgyhogy a zenben a tiszta tudatból következik a pillanatban való 100%-os jelenlét, és ebből a jelenlétből következik az erőfeszítés nélküli, de teljes hatékonyságú figyelem. Csak akkor gondolom, a memória is ezzel kapcsolatos. Hasonlít a működése hozzá. Ha megfelelő módon vagy jelen és figyelsz, akkor ezek a jelek, a figyelemből következő jelek, ezek aktiválják a memóriának azt a részét, amire éppen akkor szükséged van, és nem aktiválják azt, amire nincs szükséged. Tehát néha a memória úgy működik, mint hogy ledobnának egy dzsungelba. És neked csak egy ilyen kis kanári madárka kellett, de az összes ott van. Tehát egyetlen egy dolgot szerettél volna kigondolni magadban, egyetlen egy problémát szerettél volna megoldani, de az egész múltad megjelenik. Az összes szörnyeteggel együtt. És minden ilyen szörnyeteg, ami a múltadnak így az asszociációja, az emléke, a jó és a rossz gondolata, az meg akar zabálni.
És ettől persze, hogy nem tudsz figyelni, meg nem tudod az aktuális problémát megoldani. A másik pedig az, hogy nyomod a gombot, semmi nem történik. Kérdezed, hogy mi volt ez? Mi volt ez? Mit csináltam tegnap előtt? És végképp nem jön be. Te ez akkor jelenti, hogy ja, hogy ma csütörtök van, és nem szerda. Na hát. Ugye? Ilyen tehát, szokott lenni. Nem vagy vele egyedül. Tehát a lényeg az, hogy amikor az ember észrevesz, hogy a figyelme nem működik rendesen, akkor általában az emlékezete sem, mert nagyon sokszor ugye a zaj az elfedi a jelt. És ha megfelelő módon tudsz jelen lenni és figyelni, akkor az emlékezeted is általában beáll egy optimális pályára, és amire tényleg emlékezned kell, az megvan. Ha nincs eléggé ugye az ember ott, akkor megállítja egy kicsit a tudatát, és engedi, hogy mélyebbre menjen. És ez gyönyörű, és akkor még több adatot kap, még több adatot kap, és amikor elég, akkor szépen tovább mozdul. Lehet ezt nagyon szépen művelni, csak rá kell érezni belül. Szeretném megkérdezni, hogy állandóan szapuljuk ezt a rendszert. Létezik-e buddhista közgazdaságtan? Szakuljuk a rendszert? Hát, úgy mondom, Oli, hát hogy mondhatsz te ilyet? Hogy addal negatívan áll. Na de hiánylod a nemzeti együttműködés? Tehát ezt nem is értem. Hát nem ennyire mennék bele, hanem egyáltalán, hogy létezik-e buddhista közgazdaságtan? Ha hogy ne lenne? Abszolút. És kik alkalmazzák? Hol lehet ehhez hozzájutni? Hogy valami tanány... Tehát egyáltalán nem is tudom megközelíteni ezt a témát. Rengeteg könyv született erről, Oli. Rengeteg, és főleg Amerikában, és kisebb közösségekben alkalmazzák. A nagy milliárd és trilliárd dollárral működőket ez nem érdekli, mert azt hiszik, hogy nekik már annyi van, hogy ezt ők saját maguk is így szépen el tudják kommandírozni. Rengeteg jó mű született arról, hogy hogyan lehet középutas közgazdaságot felépíteni. Mindjárt. És ezek a művek érdekes, hogy nem az elsajátítás speciális módjáról szólnak, hanem arról, hogy hogyan lehet mondjuk a pénz, mint energia körforgását elősegíteni úgy, hogy ez elérjen egy olyan fordulatszámot és nyomatékot, tehát olyasféle áramlatot, hogy senki ne tudja sokáig megtartani, de mindenkinek jusson annyi, amennyiből az alapszükségleteit, a kreativitását, az örömeit, az egyéb dolgait, azt szépen tudja finanszírozni. És van egy ilyen modell, amit a középosztály, középutas közgazdaságtanának mondanak. Erre igazából nagyon ritkán volt példa a nyugati társadalomban. Az ókorban, vagy a középkorban két olyan időszak volt, amikor azt lehetett mondani, hogy ez nagyjából ugye, működött. Az egyik a Tang dinasztia beli Kína, ami hát a mi honfoglalásunk hivatalos dátumakor kb. Ért véget, és tartott 300 évig. Koreában ez volt a Silla dinasztia, mondjuk 1-200 évvel kitolva mind a két dátumot a múltba is, meg a jövőbe is. És a második világháború utáni Amerika mondjuk a 70-es évek végéig, tehát amíg a New Deal tartott, és nem szállt el ez a marketingorientált piacgazdaság, ez kb. A 80-es évek elejétől, tehát Reagantől szállt el úgy, hogy akkor kezdődött ez a trickle-down economy, és az elit akkor kezdett el elképesztően elkülönülni gazdaságilag, társadalmilag, mentalitásban is a középtől, már csak annyira is, hogy eltelik 20 év, és elkezdik a középosztályt ezek a mechanizmusok, gazdaság és társadalmi mechanizmusok erodálni, és most azt éljük, hogy a középosztály az eltűnőben van, nem csak Amerikában, hanem itt Európában is. Tehát nagyon-nagyon komoly háttere van a középutas gondolkodásnak, ez a Mahajánának a sajátja, és ha érdekel, ajánlok egy rakáskönyvet angolul, ezek le vannak jegyzetelve, és remélem, hogy egy pár már meg is született magyarul, mert alapvető dolgunk lenne, hogy az új generáció közgazdasági nevelésén, amelyre most 200 milliárd forintot fordít a megfelelő szerv, ugye? Tehát, hogy ebben legyen egy olyan gondolkodásmód, amely legalább az ország, tehát a földrajzi Magyarország társadalmára egészlegesen gondol, és valahol középutas,
és nem pedig szélsőséges. Na most innentől kezdve beszélhetünk egy újfajta működésről, vagy gondolkodásmódról, mert az, hogy hivatalosan 3,3 millió, de inkább a 4 milliót verdeső mélyszegény van Magyarországon, az nem a legjobb. Ez már senkinek nem jó. Tehát ezt már nem lehet maszkírozni semmiképpen sem. Ezen kéne segíteni a közgazdászoknak, és ez egy korrekt közgazdasági gondolkodásmód kell. Tehát, hogyha ugye megalkottam a kockát a bögre helyett, és ezt így fel is ismertem, akkor hogyan tudok ezen változtatni? Tehát, hogy jó, nyilván megvan, ez egy rossz kérdés, hogy hogyan tudok rajta változtatni, mert hogy elmondtad, hogy mindent meg kell hozzá változtatni, de hogyan, tehát egyszerűen nem tudom megváltoztatni a teremtésemet. Tehát, hogy bármilyen igyekezetem van rá, ez, mert hogy van ez a terem, hogy van, tehát hogy a cselekvő nem cselekvés. Ugye? Tehát az se jó, hogyha nagyon akarsz valamit változtatni, mert akkor onnantól kezdve már nagyon... Ez rendben van. A cselekvő nem cselekvés, az inkább a teremtés módját illeti, és hogyha ez a tisztán látó cselekvő, erről szól a cselekvő nem cselekvés paradoxona, hogy van valami benned, ami sohasem mozdul, és ez látja a mozdulót. Egy nem cselekvő, ami tapasztalja a cselekvőt, és ez így szóban elmondva ilyen nagyon, nagyon rossz pszichológiai kórképet tud előrejelezni, de ez nem az. Tehát ez így fogalmilag van széttagolva, tudatilag nincs széttagolva. Lényeg az, hogy ha te valamilyen rendszerhiba folytán pohár helyett egy kockát teremtettél, akkor nézd meg, hogy ennek a kockának a világban hol van a helye, és oda tedd, oda ajánld föl, oda add el, oda ajándékozd, oda közd. És mondd, ez most kocka nektek, neked, neked pedig poharat fogok csinálni. És akkor visszalépsz abba a gyönyörűséges pillanatba, amikor már nincs kocka, és még nincs pohár, és akkor eltökéled magad, hogy ebből pohár lesz. És akkor azt csinálod. És akkor kiderül, hogy tetraéder. Ajjajjaj. És nem ilyen négy szögekből áll, hanem ilyen három szögekből áll. Elég négy darab. És akkor az ember meghajol a saját teremtés előtt, átlátja, hogy ez mégis hogy sikerült így, a tetraédert belehelyezi a tetraéder tartóba, odaadja a tetraéder szeretőknek, beteszi a tetraéder tárba, és akkor utána nekiáll a pohárnak. Esmételten. De ez nem lehet, hogy én csak poharat akarok csinálni, tehát, hogy, és nem ez a küldetésem. Tehát, én akarok csak poharat csinálni, és közben meg lehet, hogy én abban nem, tehát hogy nem az kell, hogy megvalósuljon. Lehet, hogy valami mást akarok teremteni, mint ami, hát ugye itt már a karma, meg minden belejátszik, tehát hogy lehet, hogy ebben az életben nem tudok poharat teremteni. Andi, belső kétségeket vélek fölfedezni benned. Tehát van is, persze. Na hát, csodálom. Tehát innentől kezdve... Nem szedezted volna föl. Egy olyasféle speciális zen meditációt szeretnék neked ajánlani, mely, mint az orosz fúrótorony a tajgában, át fogja fúrni azt a nagyon-nagyon vastag jégréteget, ami alatt a finom nyersolaj ott buzog fölfele. Tehát ez azért fontos, amíg benned kétség van, addig remeg a kezed. És azért nem tudunk igazán poharat csinálni, mert nem vagyunk róla meggyőződve, hogy tényleg pohárteremtésre születtünk-e. Vagy most azt akarjuk-e. Tehát tényleg meg kell nézni, hogy egy adott pillanatban nem csak, hogy én mit akarok, mi okoz nekem örömöt, mi az, amit birtokolni tudok, és stb. Stb. Mi az, amivel a kreativitásomat meg tudom mutatni a világnak, hanem, hogy pohárra van-e szükség? Tehát, hogy tényleg pohárra van-e szüksége neki, a családnak, a világnak, hogy azt kellene-e csinálnom? Hiszen, hogyha nem kötődünk a kreativitás tárgyához, akkor teljesen mindegy, hogy te abból az üvegből egy poharat csinálsz, vagy egy kis üvegmacit, vagy üvegtigrist, vagy üvegkocsit, vagy üvegbutéliát, üvegvázát, stb. Tehát, ha tényleg vissza tudsz lépni a teremtés elé, az ideák elé, és helyesen ismered fel a helyzetet,
akkor a kapcsolatot helyesen teremted meg a helyzettel, akkor helyesen is tudsz cselekedni. Helyesen tudsz teremteni. És akkor nem az, hogy anyám, én nem ilyen lovat akartam, hanem az van, hogy nagyon szépen köszönjük az ásító pohár szekrényben, ugye, a helyet betöltő gyönyörűséges poharat. És akkor, hogy megvan az egyévállás tapasztalata, a kiegészülés tapasztalata, a működés, a segítség tapasztalata, és ez így rendben van. Eközben te magadban látod, hogy mennyit kellett változni ahhoz, mennyit kellett magadban lebontani ahhoz, hogy ez a teremtés megszülethessen. Na, az a te belső munkád volt. És ez nagyon-nagyon dicséretre méltó. Ebből van igazi önbecsülés, hogyha az ember látja, hogy magán mennyit változtatott azért, hogy a kívánt eredményt elérje. És ez teljesen inverz dolog az a büszkeséghez képest, amit az emberek mindig ide kiakarnak, hogy én ez voltam, ez lettem, ezzé váltam, és most engem itt tessék szeretni, csodálni, imádni, stb. 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 Semmit nem szól ez arról az igazi belső munkáról, amit ahhoz végeztél el, hogy lebontsd a fixa ideáidat, megszabadulj a fix én képzetétől, és valóban tudj segíteni másokon és ezen a világon. Ez az igazi munka, és nem is kevés. Igen, és mivel ezen dolgozok, azért olyan nincs, hogy nem teremtek. Hát persze, hogy nincs, hát az jó. Hát gyártom itt ezeket a... Hát ugye ezen dolgozok. Teremteni jó, ezen... mert az az ember eredeti képességéhez, eredeti tudatához úgy nagyon közel áll ez a teremtőkészség. Csak aztán tudjunk valamennyit megtartani, meg lebontani is, mert ez nem egy egyablakos ügyintézés ez a teremtés. Tehát azért van egy pár kifolyása, úgyhogy teremtés, megtartás, lebontás. Ez annyira komoly, hogy a hindu panteonban is három darab istenséget rendeltek így emellé, Brahma, Vishnu és Shiva. Na most, amikor Shiva a táncát járja, az bizony nagyon le tud bontani dolgokat. Ugye? Ennek te szabsz irány. Mindenki saját maga szab irányt annak, hogy ez a tánc hova megy, a teremtése hova megy. Ha megtart valamit, a megtartásból mi következik? És hogyha az elengedés következik be, akkor utána mi van? Tehát ez egy roppant érdekes dolog, ha innen nézed, hogy mit csináljuk az életet egymásnak és magunknak, innentől kezdve nem csak ez a szabadság, felelősség most már kicsit unalmassá váló egyensúlya következik be, hanem hihetetlen izgalmas lesz az egész, mert átlátod, hogy ebben a pillanatban ezt a világot a magad képességei szerint hogyan teremted másoknak, magadnak egyaránt. Ezt lehet gyönyörűséges középutas gazdasággal és vállalkozással, megfelelő munkahelyi magatartással, a tudat evolúciójának a szem előtt tartásával, és esetleg úgy, hogy tényleg a tanulási folyamatot a gyerekben ott megnézzük, és próbálunk mi is figyelni, meg ezáltal a figyelem által az ő figyelmét is egy picit pallérozni. Akkor én tisztelettel megköszönöm a ma esti jelenlétet mindenkinek, Olivérnek a fantasztikus szervezést, a messziről jötteknek azt, hogy ma ide elfáradtak, és ma ebben a könyvtárban ezt a Dharma beszédet így együtt hallgathattuk. Természetesen a könyvtár vezetőségének és dolgozóinak egyaránt köszönjük azt, hogy ma este itt lehettünk. Szervusztok, szép estét mindenkinek!